Betlehemi pusztán örvendet sírva, az angyalnak szava az időben így szól, az időben így szól. Pásztorok, keljetök, és gyorsan menjetök, közelít a helyhöz, pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. Betlehemnek majorjában Jézus született, pásztorok nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Muravidéki Adventi Dalos Percek negyedik online adásában. A mai napon is egy karácsonyi köszöntőt fogunk tanulni. Betlehemi pusztán kezdettel, Zala Gyert Jánoson, illetve Petesházán gyűjtötték fel ezt a dallamot is. Karácsonyi köszöntő negyedik énekeként szerepel Paksa Katalin és Németh István könyvében a Muravidéki Magyar Népzenében, a 10-es számú dallamnál. Tulajdonképpen ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben a házoló szokásban sorba énekelték a dallamokat, és mindig megvolt egy kötött sorrendje, és ez volt abban a kötött sorrendben a negyedik dallam. Ugye a hatodik adásban majd egy összeállítást fogunk készíteni az elsajátított énekekből, úgyhogy lényegében mi is egy ilyen sorrendszerűséget fogunk kialakítani. Nem biztos, hogy pont ebben a sorrendben, de mindenképpen lesz egy karácsonyi, illetve újévi köszöntőkből álló összeállításunk. Azt írja itt a könyvben is Paksa Katalin, illetve Németh István, hogy egy újabb műzenei eredetű dallamról beszélhetünk. Erre majd kicsit később visszatérek, tehát vélhetően itt a hangközlépések miatt vélhetjük azt, illetve az alaphang alatt járó, gyakran alaphang alatt járó dallam miatt, hogy műzenei eredet is kapcsolódik ehhez a dallamhoz. Viszont elterjedt a Dunántúlon, a Felföldön és az Alföldön is viszonylag kevés számban, és hát a Muravidéken is elterjedt, úgyhogy ezért is tanuljuk meg ezt a dallamot. De nézzük akkor szép lassan, tulajdonképpen négy ütemet fogok énekelni egyszerre, a 10-es számú dallam, tehát még egyszer elmondanám, akinek nincs meg a könyve, ő pedig itt a videó alatt tudja követni a szöveget. Így hangzik az első fele, hogy Betlehemi pusztán örvendetös hírva, Betlehemi pusztán örvendetös hírva. Még egyszer. Betlehemi pusztán örvendetös hírva. Tovább megyünk. Az angyalnak szava az időben így szól, az időben így szól. Próbáljuk, ugye az első fele ennek a résznek ugyanaz, mint az első két ütem, utána pedig ugye egy kicsit magasabban jár a dallam, majd pedig lezár alaphangra. Próbáljuk. Az a rajta, az angyalnak szava, az időben így szól, az időben így szól. Itt egy szünet érezhető az időben így szól, első az időben így szól után. Tulajdonképpen egy kvázi giusto dallamról beszélhetünk, tehát nincs meg az a nagyon feszes érzet, amikor énekeljük a dallamot, tehát a beszéd, illetve a szöveg ritmusa diktálja a dallam ritmusát, de mégis van egy lüktetés az egészben, egy ilyen nagyon apró lüktetés, tehát gyakorlatilag nem ez a kötött feszes tempo giusto, hanem a quasi giusto, ez egy átmenet a parlando és a tempo giusto között egyébként. Próbáljuk. Na, előről. Betlehemi pusztán örvendetős hír van, az angyalnak szava az időben így szól, az időben így szól. Ugye itt is az első rész után, tehát az örvendetős hír van után is lehet egy nagyobb szünetet tartani, de lehet akár ott rögtön tovább menni. Ugye a Kotta szerint nincs ez az egynegyed értéknyi szünet, úgyhogy most akkor menjünk mi is egyből tovább.
Próbáljuk még egyszer ezt a részt. Bötlehemi pusztán örvendetős hír van, az angyalnak szava, az időben így szól, az időben így szól. Pásztorok, keljetők, és gyorsan menjetők együtt. Pásztorok, keljetők, és gyorsan menjetők. Közelít a helyhöz, pásztortárs minő hang ez. Pásztortárs minő hang ez. Közelít a helyhöz, pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. Tehát a dallam első felében van ez a dzsusztóbb előadás, mondjuk ez a feszesebb, és a második felében pedig ugye a két részre bontás, tehát ugye megismétli ugyanazt a szöveget, között egy nagyobb lélegzetvételmi szünetet tartunk. Próbáljuk még egyszer ezt a versszakot. Pásztorok, keljetek! Pásztorok, keljetők, és gyorsan menjetők, közelít a helyhez, pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez előről. Bötlehemi pusztán örvendetős hír van, az angyalnak szava, az időben így szól, az időben így szól. Pásztorok, keljetők, és gyorsan menjetők, közelít a helyhöz, pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. Eddig ugye gyakorlatilag két ugyanolyan versszakról beszélhettünk dallamilag, most pedig jön egy záró rész, ami egy kicsit magasabbról indul és nagyobb ívet jár be. Mutatom. Bötlehemnek majorjában Jézus született. Levándorlunk a hangokon. Próbáljuk. Bötlehemnek majorjában Jézus született. Még egyszer. Bötlehemnek majorjában Jézus született. Pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez. Itt pedig ugye a versszaknak, ha már versszakoknak fogjuk fel, második felében pedig visszatér, ami az első és a második versszakban is felismerhető. Na például ez a lemenet, ami itt található, hogy Bötlehemnek majorjában Jézus született. Gyakorlatilag lesétálunk a hangokon, szinte mintha skáláznánk. Ez mindenképpen egy műzenei eredet. Ráadásul jóval az alaphang alá megyünk. Tehát ez is azt mutatja, hogy véletlenül a nyugat-európai zene hatására alakult ez a dallam. Na nézzük csak ezt a részt Bötlehemnek majorjában. Bötlehemnek majorjában Jézus született. Pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez. Vagy ugye itt is lehet énekelni, hogy pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. Talán a szövegbeli variációk miatt itt érdemes a pásztortárs nagy öröm ez, hiszen ugye megszületett a megváltó pásztortárs nagy öröm ez szöveget énekelni, ugye egy versszakkal korábban pedig a másik változatot énekeljük. Na, akkor szerintem foglaljuk össze előről még egyszer a dallamot. Itt is ugye az ő hangzókat nyugodtan lehet használni, bötlehemi pusztán örvendetős hír van. És a súlyokra nagyon figyeljünk, hogy bötlehemi pusztán örvendetős hír van. Itt már túl sok őt bele is tettem. Jó, tehát a súlyokra nagyon-nagyon érdemes itt is figyelni, annak ellenére, hogy egy alaplüktetése ugye van a dallamnak, amiről már beszéltem. A szövegbeli súlyok egyébként nagyon jellemzőek a magyar népzenére. Ne húzzuk össze a szavakat, hanem a magyar nyelv tagolása szerint
és a magyar nyelv szépsége szerint mondjuk azokat. Na, akkor utoljára foglaljuk össze. Bötlehemi pusztán örvendető sír van, az angyalnak szava az időben így szóla, az időben így szóla. Pásztorok, keljetők, és gyorsan menjetők, közelít a helyhöz, pásztortárs minő hang ez, pásztortárs minő hang ez. Betlehemnek majorjában Jézus született, pásztortárs nagy öröm ez, pásztortárs nagy öröm ez. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és hogy együtt énekeltek velem, és a következő adásban, az 5. adásban pedig egy új évköszöntő dallamot fogunk majd megtanulni.